az EW7VO 447 W típus jelzésű Electrolux mosószárítógép, egy 60 centi széles, fogantyújával együtt 57,4 centi a mélysége és 85 centi a magassága. A készülék energiaosztályba sorolását tekintve mosásnál B kategóriás, szárításnál pedig E, 7 kg a maximális mosási kapacitása, 5 kg tud egyszerre szárítani, 100 ciklus alatt mosásnál 52 kWh, szárításnál pedig ugyanezen ciklusszámmal 325 kWh a fogyasztása. Vízfelhasználása mosásnál 41, szárításnál 67 liter és 75 decibelles a zajszintje. A főkapcsolóval áram alá tudjuk helyezni a készüléket, és akkor a programválasztóval ki tudjuk választani a használni kívánt programot. Ezek között ugye megtalálható a 40-60 fokos energiatakarékos program, van benne pamuthoz, szintetikus anyaghoz egy program, van benne egy kímélő program, ezen kívül tudunk vele mosni gyapjút, illetve kézimosás helyettesítés is megvan benne, van benne egy frissítő program gőz segítségével, tudunk vele csak centrizni, csak áztatni, van benne egy machine clean, tehát egy mosógép átmosó program, ez elsősorban a belső csöveket fogja tisztítani, ezen kívül antiallergén program, ami gőzzel fejeződik be, van benne egy kültéri sportruházathoz egy önálló program, ezen kívül farmerhez egy vegyes program, illetve egy 20 perces gyorsmosás, amit szárítással kiegészítve 60 perc alatt befejez a készülék. Az alapprogramot, ha kiválasztottuk, ahhoz automatikusan mutatja az ideális mosási hőmérsékletet, illetve a centrifuga fordulatszámot. Ezeket felül tudjuk bírálni az alatta lévő érintőpanelek segítségével, tehát tetszés szerint tudunk módosítani az értékeken. A fordulatszámot is egészen 400-ig le tudjuk vinni, illetve ki is iktatható, hogy ne centrizzen, vagy pedig egy öblítő stoppal fejezze be magát a mosást. Ezen kívül az alapprogram kiegészíthető még előmosással. Van programrövidítésre is lehetőség, hogyha nem annyira koszos a ruha, amit aktuálisan mosunk, akkor 5 lépcsőbe tudjuk rövidíteni a programfutás idejét. Ugye a kijelzőn látjuk is az értéket. A rövidített időtartam alatt is ugyanazokból a ciklusokból tevődik össze a program, csak a fázisokat fogja befejezni, és hamarabb lép a következőre. Egy plusz öblítés is rendelhető az alapprogramhoz. Ugye az előmosás érintő panel 3 másodpercig történő nyomvatartásával, és akkor a kijelzőn megjelenik a kis piktogram. Ez akkor hasznos, ha valakinek a bőre érzékeny a tisztítószerre, tehát jobban kiöblíti a ruhából a maradék tisztítószert, nem fog allergizálni. Lehet késleltetni az indítást is, egy órás ugrásokkal, egészen 23 órával előre tetszés szerint el tudjuk tolni azt. Ugye a mód érintőpanel segítségével tudjuk kiválasztani, hogy csak mosni szeretnénk, mosni és szárítani együtt, vagy pedig csak szárítani, ennek megfelelően kell beállítani, és ugye a kis lámpa világításával jelzi, hogy mi az, amit aktuálisan kiválasztottunk. A szárító funkciónál beállítható a szárasság foka, hogy milyen végeredményt produkáljon. Ugye van a vasalás száraz, a szekrény száraz, illetve az extra száraz végeredmény. Tudunk idő alapján is szárítást beállítani, meg tudjuk határozni, hogy mennyi idő alatt szeretnénk, hogy befejezze a készülék a szárítást. Egy dologra viszont mindenképp oda kell figyelni, főleg egy rövid időtartamú szárítás kiválasztásakor, hogy kényes textíliát ekkor ne tegyünk bele, mert ugye rövid idő alatt ugyanazt a végeredményt úgy tudja produkálni, hogyha magasabb hőmérsékletű levegőt használ, tehát ebben az esetben összemehet a ruha. Ha megnézzük a belsejét, egy nagyméretű betöltőnyílás kapott a mosógép, illetve egy újfajta dobkialakításának köszönhetően kíméletesebb a textíliával, mert a dobon található lyukak nagyon aprók, ezen keresztül áramlik ugye a víz, viszont a kis átmérő lyukakon keresztül nem tud a ruha anyaga kitüremkedni, ugye főleg amikor centriz és feltapad a ruha a dobnak a falára, tehát kíméli a textíliát ennek köszönhetően. A készülék Woolmar Blue besorolás kapott. Ez azt jelenti, hogy nem csak energiahatékonyan, de rendkívül kíméletesen kezeli a gyapjúanyagot is a készülék. A készülék inverter motoros. Magára a motorra a gyártó 10 év garanciát ad, csak regisztrálnunk kell majd az electrolux.hu internetes oldalon a készülék vásárlását. Alul található az a szűrő, ahova a szöszök vagy
egyéb nagyobb szennyeződések gyűlnek össze, ezt egyszerűen, ha kitekerjük, kivesszük a szűrőt, akkor ezt ki tudjuk öblíteni, ki tudjuk tisztítani. Ez bizonyos időközönként azért célszerű ellenőrizni, és ha kell, akkor ténylegesen kitakarítani majd. A készülék mosószeradagoló tartálya háromrekeszes. Ugye van egy külön rekesz az előmosáshoz, középpen a főmosáshoz, jobb oldalon pedig a öblítőszer tartályrész került kialakításra. Nagyon könnyen kivehető, egyszerűen tisztán tartható, tehát minden részéhez hozzáférünk, amikor takarítani szeretnénk. A mosógép tudja kezelni mind a folyékony, mind pedig a poralapú tisztítószert is. Ha folyékony mosószert teszünk bele, akkor ennek a lamellának ebben az állásban kell állnia, ahogy most látható. Ha viszont porral töltjük fel, akkor ezt célszerű felhajtani, mert a megfelelő mosási ciklusnál majd víz segítségével fogja innen kimosni és bemosni a dobba a tisztítószert a készülék. Electrolux mosószárítógép. 7 kg mosási, 5 kg szárítási kapacitással, 1400-as centrifuga fordulatszámmal, késletetett indítási lehetőséggel.